Jó estét kívánok mindjájuknak! Majdnem hamarabb elkezdtük, mint 6 óra, aztán a kollégái figyelmeztettek, hogy ez talán mégsem kellene, de nagyon örülök, hogy ilyen hamar és ilyen sokan összegyűltek a Magyar Művészet folyóirat májusi lapszámának bemutatóján, itt a Pesti Vigadóban a könyvtár előterében. Ez a lapszám egy a mi folyóiratunk életében legalábbis úttörő kezdeményezés, és abban bízom, hogy minél több hasonló fogja követni. Arról van szó, hogy a RITUS lendületkutató csoportnak új tanulmányainak adtunk teret. Stammler Ábellel beszéltem erről még egy évvel ezelőtt talán, vagy másfél évvel ezelőtt, hogy nagyon szívesen beszámolnánk ennek a kutatócsoportnak a munkájáról, közölnénk a kutatási eredményeket, és abban bízom, hogy más kutatócsoportok, akár más lendületkutatócsoportok is megnyilatkoznak majd a folyóirat hasábjain. A folyóirat címének Szakralitás, Rítus, Liturgia címet adtam. Ugye alapvetően a RITUS kutatócsoport keresett meg minket, de ahogy elolvastam a tanulmányokat, a liturgia inkább egy központi fogalommá alakult az én értelmezésemben, és ami a RITUS-t és a liturgiát alapvetően összeköti, az mégiscsak a szakralitás. Nem csak a lendületkutatócsoport, hanem egyéb kutatók is, nem csak a kutatócsoport kutatói, hanem mások is csatlakoztak írásaikkal a munkához, és kiemelném például Szepesi Péter szociológusnak az írását, aki azzal foglalkozik, hogy valójában mi is az a rítus, hiszen hogyha olvassuk az újságot és a saját szóhasználatunkat, a saját kollokviális stílusunkat is egy kicsit megvizsgáljuk, vagy akár tüzetesen megvizsgáljuk, azt vesszük észre, hogy nagyon gyakran használjuk azt a szót, hogy rítus, talán túl gyakran is, és talán el is koptatjuk, hiszen már a mindennapos rutin cselekvésektől egészen az ünnepélyes és szakrális tevékenységekig sok mindent nevezünk rítusnak, és például Szepesi Péter tanulmánya annak a problémának ered a nyomába, hogy hogyan tudjuk olyan korlátozottabb értelemben használni a rítus kifejezést, hogy az ne legyen teljesen parttalan, és ne üresedjen ki a jelentése. De például a művészet és a rítus kapcsolatát is több tanulmány taglalja, akár a zenében, akár a balettművészetben, ugye Nijinszkijnek a rítus felfogását is vizsgálja Bolya Anna Mária tanulmánya, illetőleg Fülöp József állandó szerzőnk és szerkesztőtársunk, aki a külföldi Szemle rovatban is egy zeneszerző életművén keresztül vizsgálja a rítus fogalmát. Tehát abban bízunk, és én ugye az egész számot végig tanulmányozva arra jutottam, hogy nagyon sok oldalról sikerül ennek a lapszámnak megközelítenie a rítus és a liturgia fogalmát, és biztos vagyok benne, hogy ha majd a későbbiekben is ez a lendület kutató csoport, vagy a kutatók egyenként megkeresnek minket, akkor nagyon szívesen adunk teret újra majd a magyar művészetben annak, hogy publikálhassanak. Figyelmükbe ajánlom nem csak a folyóirat bemutatóinak a YouTube-on közzétett vágott változatát, hanem a podcast sorozatunkat is, amely most már egyre inkább bővül, és egyre több podcast beszélgetés is fölkerül a világhálóra, és ezzel is tudósítjuk az olvasóinkat arról, hogy itt valóban egy nagyon pezsgő szellemi légkör alakult ki a magyar művészet szerkesztőségében. És akkor még ezt eddig nem tettem meg, de most elmondom, hogy a Facebook oldalunkat is tessék fölkeresni, és ott is a követőinket szeretnénk gyarapítani és bővíteni. Most pedig akkor átadom a szót az itt ülő kollégáknak, szerzőknek, ugye Sturm László főszerkesztő helyettesnek, a már említett Stammler Ábelnek és Földvári Miklósnak, és ők fogják azt a labdát, amit én most itt felfújtam és a partvonalra helyeztem, játékba hozni. Köszönjük szépen a megjelenést! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és először Stammler Ábel
Tamlerhez fordulok. Vele beszélgettem már, amit ugye csúnya szóval podcastnak hívnak, csak még nem sikerült jobb magyar szót találnunk helyette. Úgyhogy akkor én kérdezgettelek, most azt kérem, hogy pár percben foglald össze, hogy te mit mondanál el magadtól az írásodról, meg egyáltalán erről a témáról? Hát nyilván mindegyikünknek az írása egy-egy ritualisztikán belül, a liturgián, a szakralitáson belül egy-egy speciális résztémát próbál megragadni. Talán egyed Attila írásának a kivételével, aki egy átfogó ritualisztikai bemutatásra törekszik. Én az érzékek és a liturgikus teológia kérdéskörében próbáltam megnyilvánulni. Ugye elsősorban a középkori teológia és a középkori liturgikus teológia szempontjából. Itt tulajdonképpen a legfontosabb gondolatok, vagy a legfontosabb középkori igazságmagvak, azok már magában a címben is benne foglaltatnak. Egyrészt az érzékeknek a helyzete, másrészt a teológia, mint amik kijelölik ezt a kettősséget, az érzéki világ és az érzék feletti, azaz Istenének a kapcsolatát, és a harmadik pedig a liturgia, ami gyakorlatilag összeköti ezt a kettőt, azaz az érzék feletti és az érzéki világot. Fölmerülhet persze, hogy milyennek ma a jelentősége számunkra, vagy milyen tudománytörténeti érdekességeken túl milyen üzenetet hordozhat a számunkra. Én csak egyetlen egy jó példára szeretnék ennek kapcsán utalni és fölhívni az önök figyelmét, hogy nem is olyan régen, egy 200-300 évvel ezelőtt még most középkori viszonyokhoz képest mondom, nem is olyan régen, persze megmosolyogtató, de 800 évhez képest az a 200-300 év az semmi. Szóval nem is olyan régen, még olyan komolyan tudtak venni nem csupán teológusok, hanem költők, írók, alkotó, művészek egy olyan kérdést, mint a karteziánus gondolkozásnak az alapvető irányultsága, azaz a res extensa és a res cogitans, ugye a kiterjedéssel bíró dolgok, azaz minden, ami számunkra érzékelhető, ez a res extensa, és a res cogitans, azaz a tudat, vagy az elme, ha úgy tetszik, inkább karteziánus módon az elme. Ez ma számunkra szintén talán egy tudománytörténeti érdekesség, de 200 évvel ezelőtt, 200-300 évvel ezelőtt parázsvitát váltott ki, hogyha igaz az, hogy az érzékelhető világnak csak és kizárólag mennyiségi aspektusai vannak, azaz csak az számít, hogy milyen kiterjedéssel bír egy tárgy, akkor például a katolikus teológiának és a katolikus liturgiának és egyáltalán a katolicizmusnak az egyik alapja, az átváltoztatás tana, vagy a transzubstanciáció tana, az nem igaz. Mert hiszen kiterjedését tekintve úgy a szent test, mint a szent vér azonos marad. Ezzel csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy látszólag partikuláris, mondjuk a fizika történetbe, vagy a filozófia történetbe jelentősnek tetsző kérdésnek is vannak ilyen liturgikus vagy teológiai igen-igen méreható konzekvenciái, amik adott esetben, hogyha ezt nem tudatosítjuk, akkor aláshatnak egy teljes komplex rendszert. Köszönöm. És mi a különbség, ha az ember azt kutatja, amiben benne van? Tehát ti úgy látom főleg a kereszténységet, méghozzá a katolikus, főleg katolikus oldalról nézitek. Mint itt te is írod, hogy ugye jobb szó hiány idézőjelben primitív népeket, tehát külső arhaikus népeket kutat valaki, az ottani rítusokat. Mennyiben más a hozzáállás így? Tehát gondolom katolikusként kutatni katolicizmust. Hát ez ugye nem feltétlenül szükségszerű, hogy katolikusként. Tudom, hogy nem szükségszerű, de mondjuk keresztényként. De hogy nem azért, azt hiszem a kutatócsoport javáról elmondható, de hát a kutatócsoport vezetője kell, hogy nyilatkozzon erről, de a kutatócsoport tagjainak a javáról elmondható egyébként, hogy érintettek valamilyen formába. Sose kérdeztem meg tőlük.
Hát én úgy sejtem azért. Nem vállaljuk a felelősséget. Az biztos, hogy nem primitív népekhez tartoznak, hogy így mondjuk. Nem, ez sem kizárt. Szóval, igen, hát erre a kérdésre teljes felelősségem tudatában őszintén szóval nem tudok válaszolni. Nyilván benyomásokat, olvasmányélményeket, egyebeket tudnék ide citálni. Én azért azt hiszem, hogy ha jól értem, hogy mire vonatkozik a kérdés. Bocsánat, akkor kiegészítem. Én nekem az a sejtésem, hogy akik, nem tudom, tehát nem a saját kultúrájukba kutatják a rítusokat, azok inkább formalistábbak, tehát inkább a formákat nézik, sokszor akár leleplező szándékkal is. Aki meg belül van, az inkább tartalmilag részesedik benne. Én valami ilyesmit sejtek. Hát én azt hiszem, hogy ez nem igaz maradéktalanul, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy igazából attól függően, hogy az ember milyen ritualisztikai iskolához tartozik, vagy attól függően, hogy mondjuk eleve szociológiai, vagy netán antropológiai szempontból közelíti a kérdést, eleve teljesen más szempontok szerint fog közelíteni a tárgyához. Most arról az apróságról nem elfeledkezve, hogy vélelmezem, most általában a nyugati kutatókról beszéltél. Rólatok leginkább. Egyáltalán nem szükségszerű az, hogy egy primitív rítus az a kutatás kezdetén távolabbi lenne a számomra, mint a katolikus liturgia maga teljességébe. Egyszerűen azért, mert hát egyrésztről nyilván egy posztkeresztény világban élünk, arról nem beszélve, hogy egy varástalanított világban élünk, ennek minden következményével. Ez a közhely része. A másik része az, ami helyzetünket írja le pontosan, de ezt talán Miklós kellene, hogy megválaszolja, hogy az a része a katolikus liturgia történetnek, amit mi kutatunk, az gyakorlatilag egy, hát búvópatakként még meglévő, de akárhogy is nézem, nem általános, és nem a teljes katolicizmust domináló jelenség jelenleg. Tehát gyakorlatilag párhuzamos jelenség a primitívekkel, a mi szempontunkból. Azt hittem, hogy egy egyszerű kérdést adok föl, de akkor halljuk tovább. Én is azt hiszem, hogy belevágtunk itt a leves közepébe. Két dologra is kitérnék. Az egyik az az, hogy az ember formalista vagy kívülről tekinti a dolgokat. Most ez szerintem a primitívi népeknél sem igaz. Valóban létezett a 19. századi ilyen vallástörténet alapító atyáinál egy olyan irány, mondjuk Fraser-t lehetne ide sorolni, amelyik soha ki nem mozdult a komfortzónájából, és egy olyan ellentmondásos viszonyban volt a kutatási tárgya, hogy egyfelől valami ilyen izgalmas bizsergést érzett, amikor az ő civilizációjától rendkívül távolálló jelenségekkel foglalkozott, másfelől pedig enyhén viszajgott is tőle. Illetve hát Frasernél elég pontosan kitapintható, hogy egy kimondatlan, de félreérthetetlen kereszténység kritika zajlik. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor ő egyfajta leleplező szándékkal a vegetációs istenek megöléséről és elfogyasztásáról beszél, akkor csak a hülye nem látja, hogy a keresztény eukarisztia tannal játszik. Meg amikor bebizonyítja, hogy a mágia az voltak éppen egy primitív tudomány, és a vallás az egy félresiklás az emberiség történetében. Na most voltak hasonlók, Freud is hasonló húrakat pengetett a század elején. De onnantól kezdve, hogy a 10-es években Malinowski gyakorlatilag megalapította a terepkutató antropológiát, a jellemző tendencia az, hogy az antropológusok szeretik a tárgyukat. Sőt, azonosulnak vele, sőt, az egyik kedvenc célcsoport, akikről beszélhetnék, az a 60-as évek oxfordi antropológiájának a három legnagyobb alakja, Evans Pritchard, Victor Turner és Mary Douglas, akik mind a hárman vagy katolikusok voltak, vagy katolizáltak az afrikai tapasztalataik hatása alatt. Tehát ez a két dolog nem áll távol egymástól. A másik, ami minket közelebbről érint, hogy mi egy
többszörös kulturális áttételnek az alanyai vagy az áldozatai vagyunk. Tehát ez legalább egy dupla csavar. Az egyik az az, hogy a középkori katolicizmus a maga eredeti formájában egy ugyanolyan távoli, gyakorlatilag kihalt kultúra, mint a pápuák, illetve sokkal kihaltabb, mert a pápuák még megvannak. A másik, hogy, tehát, hogy mi hiába vagyunk, tehát én mondjuk valóban katolikus vagyok, egyébként a kutatócsoportnak számos más tagja is, de ezt nem hivatalos minőségemben tudom róluk. Tehát, én a témákból következtettem, ugye a Praj Kódex, szentélyrekesztő, hát ez mind-mind oda kötődik. És még arra is gondoltam, hogy ugye az apróságok iránt ilyen figyelem, ilyen szeretet, az a belül létre utal. Nem biztos, hogy észreveszem egy afrikai törzsnél azt a sok apróságot, amit te is említettél. A tudományos belül létre utal inkább. Tehát például volt egy beszélgetésünk egy kiváló amerikai luteránus lelkésszel, aki a maga csapatával földolgozta a reformáció előtti Németország összes katolikus egyházmegyéjének a misekönyveit, alapvetően luteránus érdeklődéssel. De szóval van itt minden. Tehát én azt mondom, hogy egy egyiptológus se egyiptomi vallású, és mégis elég fogékony a részletekre. Tehát én ezeket nem keverném össze. Ezzel nem azt akarom sugalmazni, hogy egy szemtelen kívülálló vagyok, hanem hogy egy éppen az a nagyon izgalmas ebben, hogy van egy távoli kultúra, amely bizonyos értelemben a miénk. Aztán még egy áttétel, hogy ezt a kultúrát a lehetőségeinkhez képest megpróbálhatjuk életre váltani. Én meg is próbálom. Viszont ennek a következtében egy újabb sajátos helyzetbe kerülök, hogy egy a jelen helyzetben kisebbségi, tehát mint egy szubkulturális jelenségnek a része leszek, ami tartalmilag ugyanaz, mint ami a középkor volt, viszont szociális beágyazottságában nem ugyanaz, ami a középkor volt, hiszen a középkorban mindenki ezt csinálta, most meg nagyon nem csinálja ezt mindenki. Elébe vágtál a kérdéseimnek, de akkor visszatérek egy pillanatra Ábelhez, hogy az írásodban ott van egy-két utalás, hogy mi alapoz meg rítust. Mert hát a rítus nagyon sok értelemben használjuk, köznapi rítusok is, de ami igazi rítus, ami vallási alapozottságú, olyat találtam, hogy előképe kell legyen a rítusnak, illetve egy realitásra vonatkozik, azt hiszem Florenszkijre is hivatkozol itt, hogy mivel egészítenéd ezt ki? Mi tesz komolyan vehető, vallási értelemben vett rítust lehetővé? Szerintem. Az a kérdésem. Hát tulajdonképpen, jó, itt nyilván a kereszténység és szorosabban véve a katolicizmusról volt szó, tehát ott például mindenképpen én egy szükséges előfeltételnek tartom az általad is említett Florenszkij féle előkép és transzcendens realitásra való rámutatást, ezt mindenképpen. De ahogy erről már egy ízben beszélgettünk, és végül is ez az én írásomnak a konklúziója is, meg egy hosszabb gondolkodási folyamatnak a konklúziója, hogy a teológia és a liturgia azok tulajdonképpen egymást szavatolják itt a katolicizmus esetében. Tehát nem arról van szó, hogy csak egyik következik a másikból, hanem arról van szó, hogy és azért nem akarok általánosan ritusról beszélni, mert akkor nagyon túl sok szegmenst kellene még bevonni ahhoz, hogy nagy általánosságokba merjek valamit kijelenteni. Tehát a liturgia ugyanúgy szavatolja a teológiai igazságot, egyszerűen azért, mert az egy jóval tágabb közegben adódik át, és jóval hosszabb időn keresztül, mint adott esetben a teológiai hagyomány. Ugyanúgy szavatol teológiai igazságokat, mint ahogy a teológiai igazságok és a teológiai levezetések szavatolnak bizonyos liturgiai kérdéseket. Amikor ez a kettő eltávolodik egymástól, vagy amikor ez a kettő, hát fogalmazunk úgy, hogy problémás viszonyba kerül, mert már nem látszanak azok a nagyon finom vonalak,
amik a teológiai és a liturgiai igazságok között vannak, na akkor jelentkeznek olyan problémák, amiket mondjuk az elmúlt 50-60-80 évből bőséggel ismerünk. Igen, és írtad és mondtad is, hogy ami engem meglepett, hogy a középkorban minden kolostornak szinte külön szertartás rendje volt, és hogy ezekkel foglalkozol. Mi teszi ezt többi a szemedben, mint filológia, filológia érdekesség? Mert látszik, hogy itt komoly érdeklődés van, és komoly tudás. Miért érdekes ezeket feldolgozni? Ugye hallottuk itt is, hogy a lutheránus lelkész, vagy teológus, nem is tudom, feldolgozta, hogy mi hajt téged ezekhez? Hát igen, véletőleg mindannyiunknak mások a szempontjai. Engem erre véletlenül nagyon konkrét választ tudok adni végre, és nem kell kerülgetnem a tüzet. Engem személy szerint azért érdekel elsősorban a középkori monasztikus szerzetességnek a liturgiája, és sőt, még szorosabban és még inkább leszűkítve a beöltözési szertartások és a mindennapokhoz kapcsolódó rítusoknak a feldolgozása, mert arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan szavatolják ezek a rítusok a misztikus tapasztalatot, hogyan készítenek fel a misztikus tapasztalatra. Nyilván a nulladik kérdés az, hogy van-e egyáltalán kapcsolat az általunk jól vagy rosszul misztikus tapasztalatnak nevezett jelenség és a liturgia és a rítusok között. Az én meggyőződésem az, hogy van, és ezekre a kapcsolódásokra vagyok kíváncsi, és ezekre a rituális triggerekre, vagy markerekre, ha úgy tetszik, amik kiválthatnak valamit, vagy kiváltanak valamit, amit mi misztikának, vagy misztikus tapasztalatnak nevezünk. És ezt tudod követni, hogy az az apró eltérés valami más tapasztalatot alapoz meg? Vagy csak várod, hogy beugorjon majd egy misztikus élmény? Hát mondjuk ez utóbbi se lenne elvetendő teljesen, de eddig még nem volt benne részem. Nem, itt tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt a kérdést megalapozottan tudjam vizsgálni, ahhoz mindenek előtt strukturális vizsgálatára van szükség ezeknek a szerzetesi rítusoknak, tehát a szerkezetét megnézni, ezzel nyilván megnézni az előképeit is. Aztán akkor komolyabban, amikor már strukturálisan átlátható a dolog, akkor utána szövegszerűen, illetve gesztusszerűen is megnézni azt, hogy mik az előképek, mi a performatív része, és mit kívánnak a performatív részével előidézni adott rítusoknak. Jó, és még egy utolsó kérdés, bár aztán át lehet beszélni, hogy eddig is történt. Igen, már készül itt a folytatás, de előtte nekem számomra egy érdekes kérdés, hogy most a színház próbálja néha visszahozni, vagy a táncszínház a rítust, ami nekem olyan kérdéses, hogy a cél szimpatikus, a megvalósítás gyakran mesterkéltnek, vagy akartnak tűnik. Sokan ebben látják a színház útját. Én nem látom át ezt az egészet, de van-e neked erről tapasztalatod, véleményed? Vissza lehet-e hozni mondjuk egy színházi közegben ezt? Ez megint egy olyan kérdés, ahol most külön kellene bontanom, hogy most mint hivatalosan vallástudománnyal foglalkozó személy válaszolok valamit. Melyik az izgalmasabb válasz? Hát az egyik igen, a másik nem. Nyilvánvaló, hogy analóg jelenség. Tehát én egyáltalán nem vitatom. Ez talán valahogy így fölismerül ez a színház kérdés. Nálam is egy írásban a Schellingnek az a nevezetes, Schillernek az a nevezetes írás a Színház, mint nevelési intézmény, vagy valami hasonló, és hát ez a tipikus 19. századi vaskosan romantikus művészet elképzelés, hogy majd azt Isten adta népet, így fogjuk nevelni. És hát tulajdonképpen ő addig megy, hogy a közösségi liturgiát, azt tulajdonképpen éppen a színháznak kell majd helyettesítenie teljes mértékben egy várhatóan jobb korba, mint a
szörnyű 19. század. Ha a kérdés végül is erre vonatkozik, hogy ez mint egy helyettesítő működhet-e, akkor az a személyes meggyőződésem, hogy nem. Hát ez egy abszurditás. Ez egy abszurditás éppen azért, amit itt Miklós is említett, én is próbáltam körüljárni, egyszerűen ott nincs, ami szavatolja, egyáltalán nincs meg nem az a forrás, nem onnan forrásozik. Éppen ezért nem is tekinthető úgy rítusnak, vagy liturgiának, meg aztán pláne nem. Szociológiai szempontból, vagy antropológiai szempontból el tudom fogadni, hogy adott esetben ezt rítusnak hívjuk. Teológiai szempontból, vagy liturgikus teológia szempontjából abszurditás. Jó, köszönjük. Akkor legyen itt egyelőre az utolsó szó. Kérdezzek, vagy hozzászólnál rögtön? Az előző kettőhöz szívesen hozzászólnék. Jó, akkor hallj. Visszafelé haladok. Tehát az egyik ez a rítus. A válasz az nem, de nem azért nem, mert. A Schiller korában már ott tartott Európa, akár protestáns, akár katolikus, sőt, igen. Nézőpontból nézzük, azt akartam mondani, hogy akár zsidó szempontból, de ahhoz még várni kellett egy kicsit, hogy a liturgia volt az, ami nagyon közelített a kornak ahhoz a jelenségéhez, amelyet mondjuk az előadó művészet produkált. Tehát azt szoktam mesélni, a hallgatóimnak mindig felhívom a figyelmét, elmegyünk a Zeneakadémiára, akkor azt látjuk, hogy ott egy pódium, ott egy rács, amelyik szentélyrekesztőként szolgál. Az egyik oldalon az van kivírva a falra, hogy Sursum Corda, ami a prefáció bevezetője a katolikus liturgiában, a másikon az, hogy Favete Linguis, ami a pogány római áldozati szertartások keretében hangzott állítólag el, mielőtt az áldozatot bemutatták. A karmester az pontosan olyan pozícióban, jellemzően a hátát felénk fordítva áll az orgona által kialakított nagy retabló előtt, mint ahogyan egy miséző pap egy szárnyas oltárnál. Tehát, ja, és ami nagyon fontos, hogy a gyülekezet pedig ül a padokban és engedelmesen hallgat. Ezt pontosan így csinálták a liturgiában is akkoriban, legalábbis a művelt városi népek. Tehát nem tehetjük Schillert felelőssé azért, hogy a két dolgot összetévesztette, mert a dolog a technológia szintjén nagyon hasonlított a két dolog egymásra. Bocsánat, de hogy ő ugye nem deskriptív, ő nem leírta a helyzetet, ő normatívvá akarta tenni, hogy egyik váltsa ki a másikat. Az ott viszont azért már van némi fele. Problémák mindig vannak, de én mindig azt mondom, hogy egy ilyen spirituál materialista szemléletet alkalmazok. Tehát én általában abból indulok ki, hogy mi az érzékelhető valóság. Egyébként ezért fontos a rítus, mert az az egyetlen eszköze annak, hogy a spirituális valóságok az érzékek szintjén megnyilvánuljanak. És én azt föltételezem, hogy bármilyen nagy gondolkodó valaki, nem mindegy, hogy milyen közvetlen hatások érték. Tehát ez az összetévesztés nem történhetett volna meg, hogyha az őt körülvevő liturgia nem mozdul el egy bizonyos irányba. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a rítus a maga szerintem ideális formájában ehhez képest sokkal interaktívabb. Na most ez egy bomba szó, amitől azonnal óriási félreértések és tévedések keletkezhetnek minden területen. Mert ugye a művészeti területen is van interaktív színház, nem mindig érezzük jól magunkat benne, van, aki szereti, és van interaktív liturgia, ami meg még annál is sokkal borzalmasabb. Tehát én nem ebben az értelemben népszerűsítem ezt az intézményt, hanem a bevonódásnak egy egészen más formája és szintje, és az, ami a liturgia legalábbis a maga, jaj, milyen szót használjak, tehát nem eredeti, nem régebbi, nem ideális, szóval valamilyen formájában volt, ami nem ez. Érvényes. Igen, de az normatív lenne, és én nem akarok a Schiller hibájába esni. Szóval, amit én szeretek, na. A másik dolog, az csak az úzusok és a változatok kutatására vonatkozólag. Tehát mi valóban változatokkal foglalkozunk, és ez megint egy nagyon kényes kérdés, legalább olyan, mint ez interaktív, hiszen azt az önmagában igaz megállapítást, hogy a Európában a
kora újkor előtt minden egyes intézmény más liturgia változatot alkalmazott, azt sokszor használják annak a megtámogatására, hogy most is bárki kitalálhat magának egy saját liturgiát. Na most ez azért problémás, mert egyedül a mi kutatásaink teszik lehetővé azt, hogy egészen objektív módon, statisztikával, térképre vetítve, grafikonokon, stb. Ki tudjuk mutatni, hogy ennek a liturgiának mely alkatrészei milyen mértékig variálódtak. Amíg az ember ezt nem látja, addig teljesen téves fogalmai vannak arról, hogy mit jelent az, hogy valami más. Tehát az, hogy két ember különbözik egymástól, az jelentheti azt, hogy az egyiknek kék szeme van, a másiknak meg barna, meg jelentheti azt, hogy az egyiknek 100 szeme van, a másik az meg, nem tudom én, infrahangokkal kommunikál. Tehát ez nem ugyanaz. És így különböznek egymástól a rítusok. Na most az Ábel szempontjából ez azért érdekes, mert egy rítus ideáltípusát, az csak a rítus egymással párhuzamos változatainak az összességéből lehet kirekonstruálni, ahogyan mondjuk egy biológus is egy növény vagy egy állatfaj tulajdonságait nem egyetlen egyed tulajdonságaiból vonatkoztatja el. És így dolgozunk mi. Jó, köszönöm. Akkor most ugorjunk hozzád a témádhoz. Te a Gregoriánról írtál, hogy azt élesztitek, életben tartjátok, egy egész közösség alakult ki körülötte, mint olvastam. És Dobszai Lászlóéknak a Magyar Gregorián kiadásairól írsz. Nekem ez meglepetés volt, mert ha a 70-es évek zenéihez, nagy hatású zenéire gondolnak, akkor itt nyilván rockzenét emlegetnek, persze hát a komoly zene is ott van, táncházmozgalom, hogy itt egy ilyen gregorián fellendülés is volt, és hogy ennek ilyen hatása volt, én azt hittem, hogy véletlenül került hozzám, és ilyenek. Tehát, hogy ennek ilyen viszonylagos tömeghatása volt, bár hát a tömeg itt megint nem jó szó, hogyha mindig, de hát ezen ugorjunk túl. Ez meglepett, és hogy ez életeket így befolyásolt. Hogy befolyásolt ez, és hogy találtál rá, és hogy indult el ez a liturgikus újjáéledés, illetve még egy dolog, miért itt indult el? Írod, hogy nyugaton egy kicsit olyan múzeumi tárgyként adták elő a Gregoriánt, és itt találtak hozzá egy olyan kicsit a népdal előadáson is iskolázott stílust, ami lehetővé tette az élő bemutatását. Hogy volt ez? Miért volt ez? Miért Magyarország? És te hogy találtál erre rá? Itt most lehet, hogy kevésbé tudom jól kifejezni magam. Tehát sokat törtem a fejemet a tanulmányon is, és ott azt hiszem, hogy egész jól fejeztem ki magam. De most nehezebb. Egyszerűen azért, mert túl nagy a téma. Tehát én azt szeretném valahogy érzékeltetni, hogy ha azt mondjuk, hogy a Gregorián, meg a szakralitás, meg egyebek, akkor ez nagyon jól hangzik, de nekem ez vagy olyan dolog, hogy mondjuk évente eléneklek, sose számoltam össze, szerintem olyan 600 körüli Gregorián tételt. És ezek darabok. Tehát ezeknek bennem nem úgy élnek, hogy valamilyen szent massza, ami olyan jó aláfestő zene középkorias hangulatú videókhoz, hanem, vagy ilyen meditatív világzene, meg ilyesmik, hanem minden egyes fordulata, minden egyes szövegnek az egy sajátos, az egész összeadódik, és van egy olyan étosza, ami valóban az embernek a vallásos életérzését, valahogy azt a egészen a biológiai szintig lemenő hangoltságát befolyásolja, amit ilyen nagyképű szóval lelkiségnek nevezünk. És amivel mondtam, hogy én alapvetően egy testies embernek érzem magam, nekem ez mondott valamit. Tehát én próbáltam teológiával, filozófiával, okoskodással táplálni magamat ilyen okos tizenévesként, de valahogy az igazi hazatalálás az volt, amikor
amikor egyszerűen testileg találtam bele ebbe a hagyományba, és hogy ezt tudja nyújtani a Gregoriánének, akkor, igen, és hát azért sikerült ez jobban Magyarországon, mert ugye Magyarországon nagy hagyománya volt a népi kultúrának és a népi kultúra kutatásának. Ugye egy különös adottságunk az, amit gyakorlatilag mindenki tud, aki a zenével csak érintkezésbe is kerül, hogy Magyarországon a népzene megőrizte azokat a rétegeket, amelyek egy szabad ritmusú, szövegközpontú, tehát ilyen párlándó, rubátó, előadásmódú énekléshez kötődnek, szemben Európa más tájaival, ahol a sokkal kötöttebb formájú, strófikus szerkezetű, ritmikus zene érvényesült már a népi kultúrában is. És mivel a Gregoriánnak az alapvető rétege, a legtöbb műfaja, az egy változatos, terjedelmű és szerkezetű szövegekhez, ilyen deklamatív módon alkalmazkodó zenei nyelv, ezt a magyarok tudták követni. Ez azért is különleges, mert nem csak hogy a nyugati zene ilyen, hanem például a keleti kereszténységnek az egyházi zenéje is sokkal ritmizáltabb, mint a nyugatié. Vannak a nyugatiban is olyanok, amelyeket lehet ritmizálni, és nem szoktak mindig. Én néha botrányt csináltam azzal, hogy mondjuk egy Luxatorigó kiriét azt jobban megritmizáltam, mint amennyire a mi környezetünk szokta. De való igaz, hogy az énekkészletünknek a legnagyobb része az alapvetően deklamatív szövegmondásra épül. És ezt a magyar zenei kultúra és mindazoknak az öröksége, akik megpróbálták ezt közkincsé tenni, több-kevesebb, de azért valódi sikerrel, az megalapozta. És látsz párhuzamokat, itt már úgy pedzettél is valamit, tehát hogyha a Gregoriánra írá találtál, az elvezetett esetleg más vallások hasonló énekeihez, vagy inkább a különbséget érzed, itt most a különbségről is beszéltél, tehát a zsidóknak, a protestánsoknak, a buddhizmusnak, bárminek, elvezetett ez valamihez? Látsz egy egységes struktúrát, vagy inkább egyedinek látod ezt a Gregorián kultúrát, főleg esetleg még a magyart is azon belül? Hogy bombasztikus legyek, engem a más vallások éneke vezetett el a Gregoriánhoz. Tehát a történet úgy volt, hogy ahogy meg is írtam a tanulmányban, hallgattam Gregoriánt már gyerekkoromban, a Dobszai Jégféle Magyar Gregoriánum 2-es lemez volt az első Gregorián lemezem, ezt a kis Tesla lemezjátszómon rengetegszer meghallgattam, de be kell vallanom, hogy a kedvenc számaim róla, azok egyrészt a Missus Gabriel szekvencia voltak, ami nem igazi Gregorián, mert szekvencia, tehát egy sokkal ritmikusabb, pörgősebb ének, illetve a Plenum Grácia válasz egy karácsonyi responsóriumra, amelyik meg egy három szólamú középkori kanció. Tehát én mindig ezeket vártam, hogy végre szólaljanak meg, és a sok Gregorián rizsát azt meg túléltem valahogy. Szóval, mint mindenki, első hallásra Gregoriánt unalmasabbnak találtam, mint akár a pattogósabb egyszólamúságot, akár a több szólamúságot. Igen, és tehát 10 éves korom után aztán, mikor egyetemre jártam, akkor tehát engem érdekelt mindenféle ősi kultúra, persze pogányok voltak, és akkor történt az első nagy fordulat, amikor a Magyar Egyházzenei Társaságnak a 2000-es évek elején volt egy kongresszusa a zsoltárok témájában. És ott meghallottam egyrészt a Fekete László Dohány utcai zsinagógai főkántor urat, másrészt pedig Radivoj Kicsint, a Szentendrei Szerb Székesegyháznak a kántorát. És azt mondtam, hogy ez kell nekem. És utána én kimentem Szentendrére, és 3 éven keresztül minden vasárnap a Szentendrei Szerb Ortodox Székesegyházba jártam zsolozsmákra és misékre, miközben elmentem minden este katolikus templomba is. Egy idő után be is álltam énekelni a kántorral. Aztán megkértem Déri Balást, a akkori tanáromat, aztán témavezetőmet, hogy vigyen el a lágymányosi zsinagógába, ahol egy galíciai gyökerű, tehát rítusában ortodox öreg bácsikból álló
zsidó közösség működött még akkor, és oda is rendszeresen jártam péntekenként, mindig szombatonként, olykor. És szintén Déri Balázsra voltam Egyiptomban, Szíriában, keleti keresztény közösségeket látogatni. És az élő liturgiát, tehát azt, amikor nem zene van önmagában, hanem a liturgikus megszólalás az egy megszólalási mód, az egy mentalitás, egy hanghordozás, nem számok. És nem függetleníthető attól a fajta beágyazottságtól, ami a liturgiához köti. És itt most nem is csak arról beszélek, hogy természetesen a liturgia több érzékterületre hat, mert van látvány, vannak szagok, vannak mozgások, és van a zene, hanem hogy az egész egy ilyen csúnya modern szóval egy flow. Tehát a ritmikája is olyan. Ha ma a saját keresztény környezetünkben minőségi zenét hallgatunk a liturgiában, az olyan, hogy mondanak valamit, aztán szünet, hangadás, megszólal egy darab, és azt mondjuk, hogy jaj, de szép volt. Ilyet keleten nem csinálnak. Tehát keleten elindul a vonat, aztán nem lehet megállítani. Tehát az egyik legalapvetőbb szabály az, hogy szünet nincs, a ritmusból soha senki nem esik ki. Az egésznek van egy olyan folyamatos lüktetése, amire az ember teljesen rááll, és ösztönösen érzi minden résztvevő, hogy ezt a lüktetést nem lehet megtörni. Lehet, hogy hamisan énekelnek, lehet, hogy valamit elrontanak, de a lüktetés soha nem szűnik meg. Na most ez érdekelt engem, és azt ismertem föl, hogy de hiszen a milyen kis ilyen volt. Hogy a gregorián eredetileg ez. A gregorián tételeknek a döntő többsége az ugyanolyan takaró tétel, tehát párhuzamosan zajló halk szövegeket, illetve cselekményeket akusztikusan lefedő időhúzó tétel, mint amilyeneket a keleti kereszténységben vagy a zsidóságban látunk. Leginkább a keleti kereszténységben, mert a zsidókat nem zavarja a csönd, a keletieket zavarja. És én egy olyan liturgiát szerettem volna, amelyikben ez így történik, és közben nyugati. És te úgy érzed, hogy ez a helyes út, vagy hogy neked ez tetszik? Mert vagy tévúton jár mondjuk a mai gregorián éneklés, egyáltalán az egyházzene, te ezt így éred meg, vagy azt mondod, hogy ez csak a magánügyet, hogy ezt szereted? Mert azért úgy érzem, elég határozott értékek alapján tájékozott. Egyáltalán a középkorról való képed érdekelne, mert itt az írásodban is utalsz, hogy egy hierarchikus társadalom, meg egy demokratikus társadalom, a kereszténység, a gregorián helyzete, tehát hogy hát annyi korban vagy otthon, támasztott föl ezt a kort, és nincs, vagy hát nagyon visszafogottan nyilatkozol, nem látok egy olyat, hogy remélem mi vagyunk az a mag, amiből kinő majd valami. Inkább olyan szkeptikusan írsz erről, gondolom inkább csak babonából vagy szerénységből, nem tudom, hogy ez. A középkor kép meg hát a helyessége a dolgoknak, ez a lényeg. Hú, ez mindig nagyon sok kérdés. A végéről kezdem megint. Tehát én 43 éves vagyok, ezt ma azt mondják, hogy ez kevés. A ókori Rómában ez volt a konzuli korhatár. Ez azt jelenti, hogy a szenátusban, vagyis a vének tanácsában innentől kezdve lehetett ott az ember. Szóval 20 éves koromban én nagyon mozgalmi ember voltam, és azt gondoltam, hogy meg fogom menteni az egyházat. Most valóban már nem vagyok erről annyira meggyőződve. De csinálom. Tehát olyan vagyok, mint a Hektor az Iliászban, aki mindig elmondja, hogy tudja, hogy megszentelt Ilion elvész, de ez őt nem érdekli, ugyanazt csinálja tovább. Most ezzel nem akarom senkinek letörni a lelkesedését. Tehát azt mondom, hogy ahogy a Gregoriára is azt mondtam, hogy én nem egészében látom ezt a dolgot, hanem egyes hangokba vagyok beleszeretve. Úgy azt mondom, hogy talán nehezen, de együtt tudok élni azzal a tudattal, hogy én nem tudom, hogy mi lesz abból világtörténelmi léptékben, amit csinálok, de nekem itt most ezt kell csinálnom. Akkor a középkort azt hagyjuk, az egy másik kérdés. Ez a normativitás megint, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez így a jó, persze. A tévutakkal egy kicsit körültekintőbb lennék, mert
Egyrészt a Gregorián nem járt tévúton, mert nincs. Tehát gyakorlatilag a Gregoriánt abban az összefüggésben, ahogyan mi szűkebb köreimmel énekeljük, senki nem énekli. Tehát a Gregoriánt éneklik fesztiválokon, csinálnak belőle lemezeket. Van néhány szerzetes közösség, amelyik a Gregoriánnak bizonyos rétegeit ténylegesen használja, de gyakorlatilag olyan embercsoport, amelyik ezzel, mint mindennapi kenyérrel együtt élne, az világviszonylatban is alig létezik. A másik, hogy most ki jár tévúton, én nem idealizálok semmit. Tehát ezen a világon ideálok nem szoktak megvalósulni, csak részlegesen. Tehát ez hasonlít, mint amit az úzusokról mondtam, hogy a sok töredékes, nem ideális dologból kell összeraknunk az egyben nem megtapasztalható ideálisat. Tehát például minden rajongásom ellenére, amit például a mondott keleti keresztény vagy zsidó gyakorlatok iránt tanúsítok, én pontosan látom ezeknek a közösségeknek a gyenge pontjait. Az, hogy valami bizonyos szempontból jól működik, az jelentheti azt, hogy más szempontból nem működik jól. Nálunk is így van. Tehát történetesen a liturgikus flow tekintetében nagyon rosszul állunk. De attól még rengeteg jó dolgot csinál a katolikus egyház. Egy apróság, hogy az ilyen gitáros mise, meg ilyenek, gondolom azok elborzasztanak elvileg, vagy nem, mert azért lelkesedést kelt. Hogy állsz ezekhez? Gondolom nem szereted, de elvileg is elutasítod az ilyen modernizálást? Hát ez egy kényes kérdés. Ugye már jelent meg velem egy interjú is egy keresztény könnyűzenei honlapon, hatalmas főcímben megmondták, hogy ez is alkalmas a liturgia szolgálatára, amit én nem mondtam egyébként, csak a szerkesztő hatásos címet akart választani. Abban az interjúban elmondtam, hogy mit gondolok erről, csak ugye az a baj az ilyen írásokkal, hogy a címüket olvassa el mindenki. De na most mi a helyzet? Tehát két fontos dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik az, hogy a latin, illetve a nyugati latin liturgikus zenének, de talán minden keresztény liturgikus zenének két formája van. Az egyik formája az, ami az alapértelmezett liturgikus zene. Tehát ahol a szöveg és a dallam gyakorlatilag ugyanazon a szinten van. Egy szövegnek van egy dallama, az az ő dallama. Az nem egy lehetséges dallama, hanem egy vele. Ez a helyzet a Gregoriánnal. És mi, meg mindenfajta úgynevezett cantus planussal, tehát liturgikus egyszólamúsággal. Mi az, ami ezt igazolja? Ezt megírtam a tanulmányban is. Nem az, hogy nekem ez tetszik. Nem az, hogy azt mondom, hogy mert az olyan szakrális. Hanem az, hogy a középkorban, tehát egy olyan korban, amelyiknek abszolút nem volt a mi fogalmainkhoz képest történeti érzéke, és egyáltalán nem konzerválta az előző generációk ízlését, a Gregorián egy olyan szent terület volt, amit több száz éves távolságból is megőriztek. Tehát a vastagbetűs állításom az, hogy a Gregorián nem középkori zene. Tudjuk, milyen a középkori zene. Tehát vannak olyan darabok, amelyeket történelem, szöveg, stb. Szerző alapján azonosíthatunk, hogy ekkor és ekkor írták őket. Ezek közül az egyszólamúak, azok általában a mi ízlésünknek egészen rémes darabok. Van néhány jobban sikerült. De ezeknek a zenei nyelve már mérföldekre van attól, ami a Gregorián anyagnak a döntő többsége. Tehát a Gregorián anyag az valamikor mondjuk 300 és 700 között keletkezett, és ezt az anyagot ebből a távolságból őrizték. Most éppen írok egy cikket, abban egy ilyen bomba megállapításom volt, hogy a Gregorián legkorábbi rétegétől a Gregorián írásbeliség kezdetéig annyi időt telt el, mint Másótól Kurtágig. Na most ez azt jelenti, hogy egy ilyen, tehát ezt úgy magyarán a Gregorián dallamokat nem update-olták, már a középkorban sem, hanem elviselték, hogy ezzel ők nem tudnak mit kezdeni, ez nem az ő zenei nyelvük, de ezt kell énekelni, és kész. Jó, tehát ez alapértelmezett zene, és éppen ezért nem lehet egy lapon említeni, nem csak a gitáros misével, de Mozarttal vagy Bachal sem.
Más kategória. A másik dolog, hogy nincs objektív, vagy legalábbis nagyon nehezen megállapítható az objektív kritériuma olyan dolgoknak, hogy egy zene az mitől méltó, vagy szakrális, vagy egyetemes, vagy hasonlók. A liturgiában szövegek vannak és funkciók. Tehát lehet tudni, hogy ezt a szöveget kell megzenésíteni, ennek a darabnak nagyjából ennyi ideig kell tartania, legyen-e verzusa, ne legyen verzusa, van benne valamilyen visszatérés, vagy nincs, és ilyenek. Ebben az értelemben a nyugati liturgikus szövegeket mindig is szabad volt földolgozni kortárs zenei nyelven. Durandus, a 13. század nagy elméleti írója, Horáciuszt idézi az Ars Poetikából, ahol azt mondja, hogy a festőknek és a költőknek mindig szabad volt bármit megcsinálniuk. És hogy ezt ő egyetértőleg idézi. Tehát nyugaton van egy ilyen hagyomány, mondjuk szemben a kelettel, hogy gyakorlatilag bármilyen új művészeti stílus az jöhet, és csinálhat egy parafrázist a liturgikus szövegekből. De soha nem a megnyilvánulása, hanem egy megnyilvánulása lesz. Én azt mondtam a könnyűzenészeknek is, hogy amennyiben a szöveg és a funkció megvan, kipróbálhatják magukat ezen az anyagon, az ízlés kérdése, hogy ez kinek mennyire fog tetszeni, vagy mennyire lesz időtálló, nekem vannak kétségeim, de ez az alapfeltétel. Addig, amíg olyan jópofa érzelmes számokat írunk, amelyeket a templomban liturgikus keretben játszunk el, az soha nem lesz liturgikus zene, de nem azért, mert gitáron játszanak hozzá, vagy mert rockos, hanem azért, mert nem liturgikus szöveget, nem liturgikus funkcióban dolgoz föl. És miért tud egy kor megalapozni egy liturgikus zenét, ahogy mondtad a Gregorián, és egy másik kor miért nem? Úgy látom, hogy a mi korunkat kevésbé látod alkalmasnak, hogy valami hagyomány megalapozzon. Van erről elképzelésed, hogy akkor miért sikerült? A közösségi hit volt más, vagy mi lehet? Nyilván valami közeg más, de miben van ez a különbség? Régen sem volt jobb. Vannak szerencsés pillanatok, amikor egy hagyomány megalapozódik. Most is lehet, hogy alapozódnak meg hagyományok, csak ezek nem liturgikus hagyományok. Tehát inkább arról van szó, hogy minden kulturális intézménynek vannak alakító korszakai. Ilyen csúnyán úgy szoktuk hívni, hogy formatív periódus. Tehát egy olyan állapot, ami olyan, mint amikor a viaszt vagy bármilyen nyersanyagot fölpuhítanak, és egy öntő formába töltik. Ez nem azon múlik, hogy ez egy jobb kor, vagy az emberek elkötelezettebbek, vagy hasonló, hanem azon múlik, hogy akkor éppen egy tiszta alappal indul valami. Ezt most is megfigyelhetjük, tehát én is szoktam ezen néha mosolyogni, amikor a saját szűkebb köreimben a hagyományok mechanizmusait tanulmányozom. Tehát látom azt, hogy olyan emberek, akik mondjuk egy általam elindított hagyományba különböző időpontokban csatlakoztak be, mit tekintenek evidensnek, és mit nem tekintenek evidensnek. Ez élőben megfigyelhető. Tehát ez inkább recepció esztétika kérdése. A folyamat olyan, mint a kánonalkotás. Tehát akár egy esetleges dologra is azt lehet mondani egy kedvező pillanatban, hogy innentől kezdve ez lesz. És akkor az lesz. Tehát a Gregorián se attól olyan, mert az annyira jó, és nem lehetne jobban csinálni, és minden darabnak minden hangja a helyén van, hanem azért, mert jókor volt jó helyen. Viszont a hagyomány az azt jelenti, hogy igent mondunk erre az egykor, jókor, jó helyen levő dologra, és mi tesszük valójában hagyománnyal. Pontosan ez a végkicsengés az írásomnak is, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy van a hagyomány, és én meg ápolom. A hagyomány az én ápolásomtól lesz hagyomány. Köszönöm. Hát nagyjából letelt az időnk. Közben csak arra gondoltam, hogy ha nincs jó énekhangod, másként alakul az életed biztos. De ugye ez nehéz ebbe belegondolni. De hát ezeket már legfőjebb magánbeszélgetésbe tudjuk megbeszélni. Hát köszönöm vendégeinknek, Földvári Miklósnak és Tamler Ábelnek ezt a beszélgetést, amit látják, még lehet-e sokáig folytatni, de hát ennyi időnk van.
Hallom, hogy itt vannak a számírói közül többen is, én még őket nem ismerem, de köszönöm az írásukat így is, és örülünk, hogy eljöttek, és akkor megkérem Falusi Mártont, hogy mondjon pár búcsúszót. Köszönöm szépen. Egy technikai információt szeretnék még megosztani önökkel. Júliusban itt nem találkozunk, lévén nyár, viszont szeptemberben a júliusi és a szeptemberi lapszámot is ugyanitt be fogjuk mutatni. A júliusi lapszámunk egy fotóművészeti összeállítás lesz, a szeptemberi pedig építészet és urbanisztika. És még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen.